Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt az új év első sportmagazinja, két beszélgetés, egy portré és egy képes beszámoló. Ez a mai kínálat, maradjanak velünk, kezdünk. Kérem szépen, a labdarúgó játékvezetésről fogunk beszélgetni, ez annyiban már sokszor szerepelt a Pécs TV műsorában, hogy több alkalommal is vendégeim voltak labdarúgó játékvezetők, ugye nagyon fontos pozíció és nagyon sok mindent befolyásolhat egy-egy játékvezetői döntés, sajnos néha negatív irányban is, hát nyilván tévedhetnek a bírók is, mert ők is emberek, köszöntöm Czakó Dénest. Hát sok mindenről beszélgetünk, hol kezdjük a tanfolyamnál, ez egy nagyon fontos dolog, hogy indult megint egy tanfolyam, ugye? Minden így évben van, jelentkezőket vártok, és most kezdődik jövő héten, ha jól tudom. Így van, gyakorlatilag évente egyszer szervezünk játékvezetői tanfolyamot. Ez ebben az évben 2010. január 15-én fog indulni, tehát jó mondtad, egy jó hét múlva. A bajnokság kezdetéig gyakorlatilag be is fejeződik. Elméleti és gyakorlati vizsgát is kell már tenni a játékvezetőknek. Az idén ugye próbálkozunk minél több embert beszervezni a játékvezetésbe, mert nem vagyunk sokan. Eddig különböző fórumokon hirdettük, az idén minden csapatot is külön körlevélben, illetve e-mailben megkerestünk. Nagyon szeretnénk, hogyha onnan is jönnének. Nem csak a létszám miatt, hanem egyrészt ugye olyan emberekkel tudnánk a létszámunkat bővíteni, akik azért a labdarúgásba nap mint nap forognak. De itt ugye ezt már többször tisztáztuk, szerintem lehet, hogy veled is, hogy nem kritérium az, hogyha valaki játszott, de az nem árt, hogyha a futballt csinálja. Ugye ezt magunkról is tudjuk. Pontosan. Mi vezettünk együtt meccset és a lélektanát. Ebbe egyébként a kosárlabdásokkal vitatkozom, mert ott mindig azt mondják, hogy hát nem kell játszani kosárlabdát, de hát azért te is tudod, hogy azért másként ítéljük meg, amikor úgy valaki odalép, mert mi is tudjuk, hogy ilyen előfordul. Persze, ez gyakorlatilag ugyanígy van nálunk is. Nem elvárás az, hogy valaki játékos múlttal rendelkezzen. Ugye lásd egyébként a Pú Sándort, aki a világ többszörös a legjobb bíró játékvezetője volt, ő 14-15 évesen kezdett el működni, tehát nem igazán volt játékos múlt mögötte, de nagyon sok olyan nevet is lehetne említeni, akik NB1, NB2-es múlttal rendelkeztek, és hát igen, messze eljutottak. Mindenképpen jobb az, hogyha valakinek van játékos múltja. Van korhatár egy év iránt? A korhatár az gyakorlatilag van, 15-től 50 évig várjuk a jelentkezőket. Most nem akarom megbántani az 50 éveseket, mert most már lassan mi is, meg te is azok vagyunk, de hát 50 éves korban levizsgázni, az már egy nagyon kevés alternatíva utána. Gyakorlatilag nem sok alternatívája van az 50 évesen érkezőnek, a legalacsonyabb osztályokból tud működni, nem jellemző egyébként, hogy ilyen. Jó, van olyan is, aki azért megy el, hogy megismerje a szabályokat, és majd nem fog működni, hogy úgy mondjuk. Jó, akkor egy másik téma, hogy augusztusban az új bajnokságban vetted át a karmesteri pálcát itt a Baranya-megyei játékvezetőknél Ábrám Attilától. Az azóta eltelt időszakban mi a tapasztalatod? Egyáltalán mennyire tudtad meg felmérni azt, hogy hol áll a játékvezetés? Ugye azt már mondtad, hogy kevesen vagytok, tehát nyilván többet kéne foglalkoztatni több játékvezetőt, de egyébként emelkedett-e a színvonal, fegyelem és így tovább? Hát itt ahogyan a játéknak a színvonal nem emelkedett, úgy gondolom, hogy nálunk sem sikerült jelentős emelkedést elérni. Sőt, ez a kettő egyébként összefügg. Igen. Ha jó a meccs, akkor mi is arra jó így van, lenni, akkor nincs annyi szabálytalanság. Így van. Nincs annyi üsd oda, vágd oda. De hát az a helyzet, hogy a társadalomban meglévő feszültségek sajnos mind sűrűbben és mind többször megjelennek a futballmérkőzéseken is. Ez akár a játékvezetővel szemben atrocitásban megmutatkozik, de hát olyanokkal találkoztunk, amik eddig nem nagyon, a nézők összeverekedtek, két szurkolótábor, a nézők a kiállított játékosnak neki mentek, és súlyos atrocitás történt. Sőt, hát a játékvezetőt is inzultálták. És hát nyilván, de hát ez az a kategória, amit idézőjelben megszoktunk, vagy ilyen szokott lenni, de most olyan
olyan atrocitások is megjelentek a pályán, ami eddig nem volt jellemző. Úgyhogy sajnos ezekkel számolnunk kell. Így van, és jó, hogy ezt mondod, nem azt mondod, hogy hogyan lehet megelőzni, hát ez olyan, mint a terrorista támadások, hogy gyakorlatilag sehogy nem lehet, mert ha van egy meccs, akkor vannak érzelmek és vannak elszabadult indulatok. A színvonal az, ha emelkedhetne, akkor miben lehetne? A játékvezetői szaktudásban, vagy a játék élmény azonosulásában, vagy pedig a szabályismeretben, mert azért az sem mindegy, hogy hogyan, illetve alkalmazom a szabályokat. Igen, az egyik oldalon, amiben mindenképpen úgy gondolom, hogy elő lehetne lépni, és ami viszonylag egyszerű lenne talán a fegyelmezettség területén, ebben én nekem még van hiányérzetem, amiben szeretném, hogyha tudnánk javulni. A másik oldalon pedig nyilván vannak szakmai dolgok. Itt egyébként a legjobban, amit szeretnénk elérni, és ugyanakkor a legnehezebb, hogy egy egységes, viszonylag egységes szemléletet tudnánk kialakítani. Tehát ami nálatfaut, az legyen nálam is, az, ami ott kiállítás, az a másik meccsen is, ugye, ami eléggé nehéz. Most ez, mi 30 éve vezetünk meccset, tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog, és szinte lehetetlen, nagyon rövid az időnk már. Elő akartam hozni ezeket a franciákat, hogy ott milyen góllal jutottak a világbajnokságra, hogy ott volt 4 vagy 5 játékvezető, nem is tudom, és senki nem látta, hogy mi történt. Ugye ez csak egy példája annak, hogy mekkora a felelősség, és mekkora vadarságokat lehet elkövetni, de beszéljünk inkább arról, hogy 16-án nem csak a tanfolyam indul, hanem egy nagyon jó hagyományt folytattok, hogy bál lesz a játékvezetőknek. Így van, ez a hagyományos évzáró és évnyitó bálunk lesz, ahol lezárjuk az előző évet, illetve megnyitjuk az új évet, egy kötetlen, felszabadult Isten igazából itt a szórakozásé lesz a főszerep. Itt a megyeiek is ott lesznek, sőt, országos játékvezető az is. Országos testülettől is, illetve a játékvezető bizottságtól is meghívtuk az elnök urat. Nem tudom, hogy ki tud részt venni, mert őnekik pont ebben az időben lesz a törökországi edzőtáborozás. Hát akkor inkább és nyilván mennek. Gondolom, hogy oda fognak menni, hogy valakit delegáltatnak-e, azt nem tudom. Illetve hát a szomszéd megyékből a társmegyéknek a vezetőit, képviselőit természetesen, mint minden évben szokott. Most is meghívtuk. Dénes, köszönöm szépen, sok sikert mindenhez, és ott leszünk majd ezen a szép kis ünnepségen. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen, köszönjük. A PVSK születésnapi közgyűlésén természetesen beszédet mondott Cerpán István, majd nyilatkozatot adott a Pécs TV-nek, ezt láthatják a most következő mintegy 2,5 percben. 90 éves lett a PVSK, ebből az alkalomban rendeztek a Laterum étteremben nagy létszámú közgyűlésnek álcázott vacsorát. Tulajdonképpen mindenki megjelent, aki számít, az összes szakosztály képviseletében ott voltak a vezetők, az edzők és a különböző sportágak versenyzői. Hihetetlenül hosszú a történet, ha lehet ezt mondani 90 évre, és ha azt mondom, hogy hihetetlen hosszú, akkor az eseményekre gondolok elsősorban, az események összefoglalására, amire 5 évenként teszünk egyébként kísérletet, és az Egyesület megalakulásának 75. évfordulója óta 5 évenként találkozunk, és egy-egy kiadványt készítünk az elmúlt évekről, és úgy néz ki, hogy ez annyira jól működött, hogy mára-mára automatizmussá is vált az Egyesület életébe, és ma délután kijött a nyomdából ismételten a PVSK történetének a legutóbbi 5 évéről egy új, több mint 500 oldalas könyv, szerintem mindenki nagy örömére. A múlt az lezárult, ugye, minden nappal a jövő kezdődik. Adódik a kérdés, hogy ebben a helyzetben elsősorban a gazdasági nehézségeket értem, vagy akár a szervezést. Mi a jövője az Egyesületnek? Hogy fog eltelni majd az elkövetkezendő 90 év? Én azt fogom itt mondani, mert már készültem ugye az előadásomra, hogy a muníciót az az elmúlt 90 év adja mondjuk a következő 10 évre, vagy akár 90 évre az itt dolgozóknak, és én azt hiszem, hogy ezt mi ki is használjuk, hisz olyan tanulságokat tudunk levonni, és itt ilyen emberek dolgoznak a PVSK-ban, hogy nem átszálló jegyhely van általában, hanem több évtizedet tevékenykednek, egy nagyon stabil, masszív gárdánk van. Van olyan fiatal edzőnk, aki csak 35 éves, de már 20 éve itt van a PVSK-ban, de több ilyen van szakosztályonként, és nekünk ez adja tulajdonképpen az erőnket. Az, hogy most például gazdasági válság van, ez nagyon-nagyon kemény, sokkal keményebb, mint sokan gondolják. Rengeteg problémánk van természetesen, de azért ma ünnepelni jöttünk össze.
És én azt hiszem, hogy például itt van ez a közösség, még ma este is sok dolgot meg fogunk beszélni itt a hivatalos program után a vacsoránál, és ebből a barátságból, ebből az együttműködésből, ebből az összetartásból fog kisülni az, hogy a hétfői napot már úgy kezdjük, vagy a hétvégére már úgy megyünk mérkőzésre, hogy plusz munícióink vannak. Aranygyűrűket is átadtak ebben az esztendőben, és így Varga Ferenc kosárlabda edző, valamint Kersics Antal judo edző kapták ezeket az elismeréseket. Az edzők és a versenyzők egyöntetű véleménye szerint jöhet a következő 90 esztendő. Nem létezik, hogy van még olyan sportág Pécset, amelynek 47. alkalommal lesz most nemzetközi versenye. Hát ha van, akkor szívesen látom a képviselőiket. Nemzetközi bridge verseny lesz ugyanis, ugye január első napjaiban szokott ez általában lenni. És hát a vendégem dr. Szvitacs István volt már itt többször is, úgyhogy most is ő fogja itt a részleteket elmondani nekünk. Hát vágjunk a közepébe, csütörtökön indul ez a verseny, ugye a Pátria szállóban. Mondhatni azt, hogy a szokásos verseny. Mennyiben szokásos ez egyáltalán? Változik-e a mezőny, és változnak-e a játékosok? Igen, így van. A versenyünk valóban most már tradicionális, és Magyarországon az egyetlen olyan verseny, amely az első megrendezésétől fogva egészen a mostani 47. alkalomig megszakítás nélkül minden évben lezajlott. Tehát ez azt jelenti, hogy ha esett, ha fújt, ha csikorgó fagy volt, ha 2 méteres hó esett, ez a verseny akkor is meg volt tartva. Így értük el ezt a nagyon szép számot. Egyetlen magyar verseny sem jár a közelünkben sem. Olyan, ami 47-et elért volna, olyan szerintem a környező országokban sem nagyon van, nem csak Magyarországon. Érdekel, hogy ki az, aki a legrégebb óta vesz részt a versenyen, vagy van-e olyan, aki megközelíti ezt a számot a részvétellel? Igen, van. A 63-as első verseny rendezői közül ma 3-an is játszanak még aktívan. Elsőként említeném Bari Istvánnét, aki a pécsi bridge életben, hát volt a így van, együtt. Igen nagy és jelentős szerepet játszó Bari Istvánnak a felesége, sajnos Isten már jó sok éve nincs közöttünk, de ők ketten voltak azok Harsányi Sándorral együtt, akik oszlopos alapító tagjai voltak ennek a mezőnynek, így aztán ugye már elárultam a második ilyen alapító tagot, Harsányi Sándor urat is, és hát Mataujics László is, hasonlóképpen régóta tagja ennek a klubnak. Így hát vannak, akik emlékeznek még azokra az első induló évekre, amik nehezek is voltak, de ugyanakkor nagyon szépek is, mert érdekes módon abban a 70-es, 80-as években, amikor a magyar bridge sport első komolyabb fellendülési szakaszát éltük át, akkor ezekre a évelei, de általában a többi Magyarországon rendezett hasonló versenyre is nagyon sok versenyző járt. Többnyire 100 fölötti pár vett részt ezeken a versenyeken. Ma meg, ha már elérjük a 70 párt, akkor már mindenki most ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye azt kérdeztem, ne is felejtsük el ezt a kérdést, hogy mennyiben változtak a résztvevők és a versenyzők. Vagyis, hogy vannak-e olyanok, akik időközben jöttek és fiatalodik el a mezőny? Vagy pedig van egy tradicionális mag, akik ezt évtizedek óta játsszák, és bizony a fiatalok kevésbé jönnek? Hát erre azt lehet válaszolni, hogy a tradicionális mag az megvan, csak életkori sajátosságok folytán ugye ez a mag egyre öregszik, és hát sajnos nem egy tagja már eltávozott ennek a tradicionális magnak közülünk. A fiatalabbak körében pedig az a furcsaság, hogy Budapesten még csak-csak, hiszen Budapesten van a Magyar Bridge mezőnynek, a Magyar Bridge játékos, versenyjátékos állománynak a 90%-a, tehát Budapesten még csak-csak beszélhetünk utánpótlás nevelésről, tanfolyamokról, de a vidéki bridge életre ez sajnos nem jellemző, és hiába vált a bridge sporttá, alakult nekünk is sportági szövetségünk,
ez nem eredményezte a vidéki sportcentrumokban az érdemi fellendülést, mert nagyon nehéz a fiatalokat megfogni és bevonni ebbe a játékba, mert ez a játék egyrészt elég sok memóriát igénylő, kötelezően megtanulandó szabállyal van tele, másrészt a játék folyamán alkalmazandó technikai trükköknek, tudásnak a vérré válása, elsajátítása, az pedig rengeteg gyakorlást, sok-sok munkát igényel, és ugye a mai ifjúságra az nem igazán jellemző, hogy nagyon sok munkát, meg szellemi energiát szeretnének befektetni valamiben. Mondjuk inkább úgy udvarias, hogy nagyon sok elszívó hatás van számítógépegyekben. De bocsáss meg, lejárt tulajdonképpen az időnk, de egy fél percben, hogy mi a program. Csütörtökön indul a játék 4-kor. Így van, csütörtökön 4 órakor kezdjük a szokások szerint csapatversennyel. Majd pénteken 3 órakor folytatjuk, ugyancsak csapatversennyel. A csapatverseny 11 vagy 12 fordulóból fog állni. Ennek a, ha 11 forduló, akkor 5 fordulóját játsszuk le csütörtökön, és 6 fordulóját pénteken. Szombaton délután a páros verseny első fordulójával folytatjuk. Este lesz egy szinte csak Pécsre jellemző eseti kis csapatverseny, ahol a csapatverseny játéknak egy igen sajátos formájával folyik a versenyzés. Ez egy rövid távú, kevesebb időt igénylő, és vasárnap 9 óra 30-tól pedig a második forduló, és körülbelül 1 órakor fog véget érni. Ott leszünk mi is a kameránkon. Remélem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Az egyik legsikeresebb sportág Pécsett a kosárlabdázás, mind a hölgyeknél, mind pedig a férfiaknál, mindkét csapatnál dolgozott, és jelenleg a férfiaknál szakosztályvezető Máté János. Az őróla készült portréműsort láthatják most. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a híres pécsi sportolók, olimpikonok sorozata Pécs TV-ben, Nyilas László vagyok. Ma Pellérre látogattunk Máté Jánoshoz, akinek neve egybeforta a pécsi kosárlabdázással, a hölgy kosárlabdásoknál, valamint a PVSK-s fiúk kosárlabdásoknál is dolgozott. Testnevelő tanárként kezdte, mint annyian mások is a sportban dolgozókkal. Ellátogattunk a családi házába, és bemegyünk, és megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan tölti a hétköznapjait. Tessenek velem fáradni. Itt mindjárt egy nagyon helyes kiskutya, aki üdvözöl minket. Szia! Nagyon jó pofa kis házőrző, és gyere velünk akkor. Jó napot! Remélem, hogy itthon is vannak, mert ugye mondtuk, hogy jövünk, hát gondolom akkor szeretettel várnak majd minket. Szervusz, nagy tisztelettel köszöntelek. Megérkeztünk, ahogy azt megbeszéltük a mai felvételre. Hogy került ide a testnevelői pályára, meg minden rendes ember testnevelőként kezdi, aki később sportvezető lesz, jól mondom ezt? Abszolút. Az én történetem ilyen szempontból meglehetősen érdekes, mert én még középiskolába is úgy mentem, hogy hol van Győrben kosárlabda csapat. Most pont egy gépjármű technikai végzettséget adó középiskola volt ilyen, ami persze a kettő egy kicsit üti egymást, de engem a kosárlabda érdekelt, mint már jóval korábban is, hiszen mondhatom, talán 7 éves korom óta elköteleztem magam a sportág iránt. Elvégeztem a középiskolát vértizzadva, szereztem szakmát, autószerelő szakmát, nem tudja senki talán rólam, hivatásos gépkocsi vezetői végzettséget. Ez azért jött jól, mert az érettségi után döbbentem rá, hogy tulajdonképpen én nekem a kosárlabda, a sport szeretete lehet a jövő, és én elkezdtem, tehát érettségi után tanulni, készülni. Földrajzból teljes éveket kellett pótolnom, hiszen a középiskolában csak 1 évig tanultuk, és a testnevelésre pedig nagyon keményen föl kellett készülnöm. Iszonyatos túljelentkezés volt például Pécsett is, Győrben a kajakosokkal, a híres tornászokkal, Borkai
még pici gyerekek voltak, az ő edzésükre lejárva készültem, teherautóval kijöttem, tehát munkát vállaltam. Kijöttem a telephelyről, elmentem egy tornaedzésre, megtettem a dolgomat, amit a cég elvárt tőlem, estem be a következő délutáni edzésre, mellette kosaraztam, játékvezettem, és így tovább. Másodszori kísérletre sikerült bejutnom, és hát mondhatom, hogy megjött akkor már az eszem teljes mértékben, úgyhogy ha nem is voltam eminens tanuló, de jobb tanuló voltam sokkal, mint középiskolában, tehát teljesen céltudatosan edzősködtem, és végeztem el a testnevelés szakot, és örömmel konstatáltam, hogy a főiskolai évek alatti erőfeszítéseim a kosárlabda terén azt jelentették számomra, hogy bár nehéz volt testnevelő tanári álláshoz is jutni abban az időben, ez 84, amikor én végeztem, én válogathattam. Testnevelőként így dolgoztam is, földrajztanárként a Bánkiban 5 évet, és ezzel párhuzamosan a Társiban lányvonalon edzősködtem, talán nem is sikertelenül. Sok játékost sikerült az NB1 felé irányítani, még többet egyáltalán a sporták felé, illetve hát az is eldőlt, hogy 5 év után nekem váltanom kellett, mert igény tartott rám a PVSK, én igény tartottam arra, hogy tisztán edzőként tudjam magam megméretni, és 89-ben ezért váltottam, és főállású edző lettem a PVSK-ban. Mellette az utolsó lánycsapatomat igyekeztem biztonságba tudni, és őket úgy gondoltam, hogy 16 évesen adom majd tovább a felnőtt csapat felé, és ezt a kettőt, tehát egyszerre voltam lány utánpótlásban, és egyszerre voltam férfi utánpótlásban. Ez 3 hónapig tartott, ugyanis ne firtassuk, hogy milyen körülmények között, nem egy egyszerű történet, a női felnőtt csapat rendkívül rosszul szerepelt a 89-90-es bajnokságban. Varga Ferenc úr megbetegedett, átmenetileg a Szitjaimi vette át, és összesen 12 vereség, holott most nagyon mondanom kell, hogy ők nagyon-nagyon jó szakemberek. Én sokat is tanultam tőlük. Ez a szezon mégis így alakult, 12 vereségig jutott el a csapat. Edzőváltást határozott el a vezetőség, csak ezek között a körülmények között nem találtak edzőt, tapasztalt felnőtt edzőt, aki ezt elvállalta volna, és én elvállaltam. Vasárnapról hétfőre én lettem 89-90-ben a női felnőtt csapat vezetőedzője, és azt vállaltam, hogy bent tartom az élvonalban a csapatot, és nagy örömömre ez úgy sikerült, hogy Pécset, egyetlen egy meccset attól kezdve nem buktunk el, bár az elsőt úgy nyertük, hogy a Horváth Jucika 10 másodperccel a vége előtt a parkettát meg tudnám mutatni, hogy honnan jellegzetes kétkezes dobással egy 3 pontosra egyenlített, és az egész meccsen borzasztó teljesítmény nyújtó Balázs Hajnak a hosszabbításba gyakorlatilag föltámadt, és így hoztuk ezt a meccset nagy nehezen. Onnan kezdve itthon nem kaptam ki, Pesten MTK-t vertünk, Tunzgramot. Rendkívül büszke vagyok rá, Varga Feri dísztáviratot küldött, és így módon Magyar Kupa bronzérmesek lettünk, és a csapat pedig csont nélkül a 7. helyen végül bennmaradt az NB1-ben. És így egyébként ezzel párhuzamosan megtörtént az, hogy le kellett mondanom a fiú ambícióimról, tehát a férfi csapat körüli teendőkről. Nagyon jó viszonyban vagyok a régi kollégákkal, sok ponton kapcsolódok, hiszen az utánpótlás is érdekel, és naponta találkozom testnevelő kollégákkal, vagy edző kollégákkal a kosárlabda révén. Ez mellett elmondhatom, hogy konkrétan 3 női bajnoki aranynak valamilyen módon, mint vezető, és pár más színű éremnek azért részese voltam, ami nagyon nagy dolog szerintem. Másik, hogy Albániától az Egyesült Államokig bejártam valamelyest a világot, tapasztaltam, ha sok hasznát veszem, rengeteg élményt nyújtott, és most, amióta 2000 óta a férfi kosárlabdában tevékenykedem újra sportvezetőként, azt gondolom, hogy hasonló lehetőségek nyílnak, bár egy kicsit nehezebb a feladat, mert nagyon. Valaki másokba kezdi a hibát keresni, már el is rontott mindent. Én mindig magamba keresem először a hibát. Ha valami nem működik a meccsen, akkor gyorsan végig gondolom, hogy kinek nem adtam feladatot, vagy kinek adtam rossz feladatot, de ha elközben a gondolkodás közben rájövök, hogy kinek adtam, akkor bizony számon kérem. Lehet ez szerződött partner, vagy lehet közvetlen munkatárs, ők ezt tudják. Ha magamra erőltetem, hogy vagy csinálják egy számvetést sok évre, akkor szerintem elégedetten fekhetek le. De ha arra gondolok,
hogy mi lesz a másnapi feladatoknak a végrehajtásával, vajon hogy fog realizálódni. Hát akkor már vannak nyugtalan perceim és éjszakáim, de azt a taktikát folytatom, ami szerintem bölcsembernek legokosabb taktikája, hogy mindig egyet a soron következőt, és nem veszem számba, hogy akár 98-ig is eljuthatok, amit meg kellene most oldani minden területen. Tehát ha aktuálisan az egyre vagy egy-kettőre gondolok, és elmerengek akár este, akár utazás közben, vagy a kutyasétáltatás, horgászás, stb. Közben, akkor azért mindig kikristályosodik. Tehát idegeskedni igazából butaság, rákényszerülünk, de butaság, egy kis meditálással, egy kis higgadsággal, egy kis információgyűjtéssel, néhány telefonnal, mindent, úgy gondolom, mindent lehet tisztázni, és a soron következő feladat megoldódik. És mivel ezt tudom, hogy ez eddig is így volt, ezt gondolom, hogy összességében azért nyugodt lehetek, és ezt igyekszem is így, és igyekszem is így a környezetemet befolyásolni. Ennyi volt mára a Sportmagazin, a Pécs TV Sport Ma című műsora. A képernyőn internetes elérhetőségeimet, valamint telefonszámomat tetszenek látni, hívjanak és írjanak e-mailt is. Legközelebb majd 11-én januárban várom Önöket 17:30-kor. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!